Köszöntöm a kedves nézőket, Szabolcs Gaming vagyok. Itt volnék egy újabb videóval, hát ahogy látjátok, itt van egy csomag előtte, úgyhogy unboxing videó következik, és utána teszteljük is ezt a terméket, de itt lesz minden, lesz majd újdonságok bemutatása, ugye ma volt a nagy változás a vasúti menetrendben, most jött ki a harmadik számú módosítás, amely engem is érint, úgyhogy jó szórakozást, intro következik. A sok szenvedés árán kisikerült vége a csomagolás bontani, és most már csak ki kell szenni, hogy mi is van. Itt az óló segítségével kisikerült bontani a dobozt, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy mi van benne, hogyha kijön. Na, végre kijött a cumó, és hát igen, mi érkezett itt? Igen, jól látjátok, ez egy csíptetős mikrofon érkezett hozzám, Úgyhogy ezt rendeltem, mindjárt el is mondom, hogy miért rendeltem csiptetős mikrofont. Érdekesek a fények itt, bocsánat ezért. Egyszerűen máshol nincs csendes hely a lakásban. Úgyhogy azért rendeltem egy ilyen cuccot, ugyanis az idei évben volt a Magyar Tömegközlekedési Múzeumok sorozatom, amely hangilag elég gyengére sikerül, ugyanis mivel az operatőr távolabb tőlem, hogy nyilván beleférjen minden, én meg maga a bemutatandó jármű, és ezért a hang, főleg zárt térben nem olyan jól jön át, valamint a, volt az ötös vonali videó, a, nem a múltkori utazós vlog, hanem az egyel az előtti, ugye a Dunakesz idé, amikor bh ztunk az ötös vonalon, és hát ott a szélzajat elviselhetetlen. Az biztos, hogy azt a videót egyszer újra fogom venni. Úgyhogy ezért rendeltem mikrofont, és árban 10.000 forint egy ilyen cuccli. Hát igazából ilyen mikrofonok között elég nagy a árkülönbség. Van pár száz forint értés, és van 30 ezer forint fölött is ilyen kis mikrofon. De miért is választottam eme terméket? Na itt is van a cuccinak a csomagolását, így néz ki maga a mikrofon. Látjátok, hogy vezetékes, nem vezeték nélkül, de semmi probléma. Ez egy Synco Love S6e Omni Directional mikrofon. Tehát omnidirection ez azt jelenti, hogy mindenfajta irányból, tehát 360 fokos hangfelvételre képes. Itt mi van az oldalán, azt mondja, hú, itt valami QR kód van, meg vonalkód. Itt kapunk egy rövid útmutatót, hogy mi van a csomagban, van látjátok egy mikrofon, van egy 6 mm-es csiptető, ez a maga a csipesz, van egy táska, amiben bele lehet rakni, button cell, ez nem tudom mi, van kettő darab ilyen ki szivacsunk, és itt van egy ilyen szőrös cucli, ami nagyon fontos, direkt ezért rendeltem ilyen, ugyanis elszűri szűri ki a szélzajt a videók alatt. Itt vannak a specifikációk, azt mondja, igazából ami fontos, 6 méteres kábel van hozzá, itt pedig a gyártó Made in China, persze minden Made in China, itt is felsorolja, Noise Reduction Circuit, ott van, zajszűrő, 6 méteres kábel, Working Indicator, hosszú élettartam. compact and lightweight, úgyhogy így néz ki maga a cuszli doboza, most pedig nézzük meg, hogy mi van magába a dobozba. Na itt fölül, hogyha kibontjuk, akkor már meg is kapjuk az első tartozékot, ez pedig a kis táska, amit mindjárt kiszedek. Na látjátok, így néz ki a táska, volt egy ilyen kis doboz, ami megkaptam, így néz ki, Synco, Sounds in Sync Everywhere, tehát hang szinkronban, bárhol, bármikor. És itt van oldalán a cipzár, úgyhogy így lehet kinyitni. Kinyitás után pedig meg is kapjuk magát a kitet, hát itt minden elfér. Na itt van a főegység maga, itt a csipesz, ebben lehet... Jaj, bocsánat, ebben lehet fölcsipeszelni a ruhára. Azt mondja, hogy mi van itt még? Ú, kábel. Jó sok kábel. Azt mondja, hogy... Itt van... Jaj, bocsánat... Itt van maga a mikrofonnak a feje, tehát így néz ki maga a mikrofonfej. Van jó hosszú kábel. Bocsánat, ezt már mutattam, és itt van-e maga a csatlakozó. 3,5 milli mm jack csatlakozó. Tökéletes. És még itt van valami. Ó, ez meg, ahogy látom, ebbe is van még egy csipesz, meg ebbe van maga a szélfogó. Fölveszem a kezembe, hogy jó legyen a minőség, talán rá is zoomol a kamera. Van még egy külön csipeszünk, ez a ruhára. Van még egy ilyen kis mikrofon szivacsunk. Ez a kis dolog pedig felel a zajszűrésért. És ez az egész mikrofon szett egy ilyen pici gombelemmel működik. Lítiumos már ez is. Na, kapunk még egy rövid leírást is. User manual. Úgyhogy szépen kinyitjuk. Jaj, nem ennyi inni. Aha, és itt mindent leír szépen. Caring you, azt mondja, product dry, clean, dust free environment, ne legyen korrózió, és akkor itt van a windmuff, tehát először, hogy hogyan kell magát a szélfogót ráizélni, aztán rá kell csipeszelni, és akkor a jackre kell rákötni, azt mondja, így itt még ír -e valamit, indicator, azt mondja, elemcsere, szolárpattern, tehát a 360 fokos videófölvétel paraméterek, megint varenti periódia, ja, ez meg ilyen garancia úgyhogy elég hasznos kis mikrofonocska ez úgyhogy most össze fogom kb rakni, hogy milyen a mikrofon és majd most kimegyünk szépen egy nyílt helyszínre és kipróbáljuk milyen a mikrofon úgyis ma ilyen szeles nap van Na, csiptetős mikrofon, első hangpróba. Nézzetek meg, hogy a múltkor mennyire unatkoztam, és a peront egészen a használt rész végéig legyomírtóztam én magam egyedül. Na, hát akkor így nézek ki jelenleg. Itt van alul a mikrofon, most idejeztem be, de majd még lesz egy kis idő, mire ezt újra használni fogom. Következő log videóig úgyse fogom használni, amíg van még kettő és fél hét. Amint mondtam, 2023. augusztus 28-ától érvényes a harmadik számú menetrendi módosítás a Mástart ZRT-nél, ami hát rengeteg változást jelente, igazából itt a keleti ország részbe, ott meg pont ment a BKK-s busz, ex -BKK busz, ami már a volán busz tulajdona, remélem lehetett látni itt a képernyő bal sarkában, ezek is újdonságok nyáróta. Igazából, ami változás történt a Dunántúron, hogy a Balatonnál ugye az utószezoni menetrend lépett érvénybe, ami ugyanaz, mint az előszezoni menetrend, úgyhogy arról külön nemes térben most nem is lesz videó csinálva. Nézzétek meg az előszezoni videó, kártyán fent megtalálhatjátok. Na, remélem, hogy tényleg működik ez a szélzajszűrő, ugyanis érzem, hogy itt fúj a szél, hát remélem a videóban nem sok minden hallatszik. Na de, na de, na de, a keleti ország részben a mai naptól fogva elég komoly változások léptek igénybe, kezdjük vonal számilag. A 101-es vasútvonalon, tehát a Püspökladány-Biar keresztes vasútvonalon beindult a villamos üzem, végre átadták a felső vezetéket, és v 43 asok vontatnak jelenleg Püspökladány és Biar keresztes között. A személyvonatok három darab fecske BHV-val vannak kiállítva, és nem inga szerelvényel, hanem klasszik szilűvel Például a múltkor mezőkövesden videózott 366-os Szili is jelenleg a 101-es vonalon jár a mai nap. A 108-as vonalon beindult az új Debrecen-Eger interrégió járat, amelyre én azért nem vagyok kíváncsi, mert tulajdonképpen a 108-as és a 87-es vonal személyvonatait összevonták és fosgyival adják ki. Tehát az az interrégió, az nem is interrégió, ugyanilyen, mint ez a baja is. Tehát két vonal személyvonatait összerakták, az kész. Az igazi interrégió, az a Pannonia meg a Helikon. Na, az már interrégió, de inkább, amit a románok csinálnak, na, azok interrégiók. Aztán ami változás történt, még a 140-es vonalon történtek kisebb változások, a hajnali személyvonatok helyett intercity -e. most már nincs S20-as személyvonat nyugati és szeged között hajnalban, hanem úgy csinálták meg, hogy este van egy pár, a 22 óra 3-as s 20 személy, ami régen csak Kecskemétig megy, lemegy Szegedig, de nem minden nap, és az 3 óra valamikor megy vissza Szegedről, az pedig a 70-29-es számú személyvonat. Igazából ez egy IC fordatát, nagy mindenre nem kell számítani. Igazából arról, hogy most nincs s 20 személyvonat már, például ez a hajnali 4 óra 3-as helyett napfény ic le sűrítették a megállási rendet a százán, így, három ó, így mennyi? 2 óra 40 valamennyi persze a menetide a 3 órából, ami nem is nagyon probléma. Szegedi tanyajáratokból egyet-kettőt meghosszabbítottak Kecskemétig, ez például a hajnali interrégió vonatoknak a menetidejét változtatja, ugyanis Kiskun Félegyházától indul az első, az 5 óra, 44-kor Félegyházáról induló interrégió, az már nem Kecskemétről megy, ugyanis abban az volt a rossz, hogy Kiskunféletjánzán várt negyed órát, mert csatlakozott az első Szegedi Tanyajárathoz. Úgyhogy ez talán egy pozitívum. Na de na, de, na de. amiért most ide eljöttünk. És pont jókor, jó helyen érkezett meg ez a csomag. A 154-155-ös vasútvonal, amely tulajdonképpen a 150-es vasútvonal miatt kapott elég nagy változtatásokat. A kelebiai vasútvonal felújítása mind a két vonalra kihalt, ugyanis Kiskonlason találkozik ez a két vonal és ugye Kiskolas a kelebiai vonal mellett fekszik. Tehát Kiskolas állomás július közepe óta ki van zárva mindenfajta személyvonat elől, és külső alas néven egy ideiglenes megállóhelyet hoztak létre a Balotaszállás elágazás nevű helyen. Aki nem tudja ilyen szaknyelven, mi az a Balotaszállás elágazás, a Kiskonlasi Deltának a kelebiai felőli végén csináltak egy ideiglenes megállóhelyet, külső alas néven, nem olyan nagy szám, egy mávos táblát kapott, egy ilyen mávos oszlopot, meg kapott egy peront, és eddig úgy volt, hogy kis, külső halasig járta a Kiskunfélegyháza Kecskemét felül az interrégió, majd külső alasról át kellett szállni egy pótlóbuszra Kiskunhalasra, ami bevitt a nagy és onnan ment a vonatpótló autóbusz tovább egy másik János halmára. És ugye onnan BZ plusz BZX, ezt láthattuk a Komlói videóban. A mai naptól fogva a 154-es vonal hivatalos végpontja külső halas. És elkészült végre a 154-es vonal kelebiai vonalhoz csatlakozó kiágazása, és így már nem kell vonatpótló autóbuszozni az embereknek, csak külső halas és kiskunhalas között. Na de, na, de, na de. mivel nem készült váltó, illetve kiágazás a külső halasi megállóhelyhez, ezért hát az ember gondolkozhatott azon, meg gondolkozhat azon, hogy milyen vonatok közlekednek Külső-Alas és Kiskunfélegyháza Kecskemét között. Tippek? Bézé közlekedik? Nem. Fosdji közlekedik? Majdnem, de nem. És végre a MÁV egyszer használta a nem létező magyar logikát, és a fölöttünk található felső vezetéket üzembe helyezte. Ugyanis 2020 után ismételten villanyvontatású személyvonatok közlekednek a 155-ös vonalon, Bocsánat, csak a TTS rendszer közbeszólt. Tehát villanyvontatású személyvonatok közlekednek, és találjátok ki, hogy mi közlekedik itt? Bizony, bizony, fecske inga! Most gondolkozhattok azon, megírhatjátok kommentben, hogy Szabor gaming, miért kell örülni, hát tudtunkkal utáljuk a fecskét. Te is, meg én is. Miért nagy öröm? Első dolog, én a gyerekkoromat így csak fosdjigkal töltöttem el, Egyszer utaztam 2015-ben az Avala eurocity amikor interrégiót pótolt Kiskumaras és Kiskun a Kecskemét között, és akkor emlékszem, hogy milyen jó volt Eurocity kocsiba végigjönni Kiskumarastól Kiskunmajsáig. Valamint kedves barátomnak, Martinnak köszönhetően idén kicsit jobb értékelésem lett a fecskéről. Most már hátulról csak a harmadik, eddig ő volt a legalja nálam a Mávnak, de a fosgyi és a Deziro megelőzte utáltsági szintben a fecskét. Úgyhogy összeállításban egy-két kocsis fecske inga közlekedik, ami tudja a fosgyi ülőhelyét pótolni, ugye egy fosgyi 132 ülőhely van. Na most, ha összekapcsolunk egy fecske BHV-t és egy fecske vezérlő, az 79 plusz 48 ülőhely, ami 127, ami igaz, hogy 5 helyel kevesebb, mint a fosgyié, de pff, ez van. De amúgy láttam a mai nap, hogy van, amelyik két fecskekocsival közlekedik, az szerintem egy picit sok már. Összeállításban, tehát majd ahogy látni fogjuk a következő interregionál, ami mindjárt itt van amúgy, hogy gyorsan kell beszélni, ez külső alas felől fog érkezni. Elő lesz a vezérlő, aztán jön az egy darab BHV kocsi, és hátul pedig egy papagáj szili lesz. Tulajdonképpen most jöttem rá, hogy igazából a régit rakta vissza a MÁV, ugyanis 1983 és 2009 közöl, tehát a villamosítástól egészen az interrégió vonatok bevezetéséig, egy-két kocsis V43-as BHV plusz BDBH-s kocsis személyvonatok járta, hogy tulajdonképpen visszakaptuk a régit, csak modernizálva és inga vonatban. Maga a mikrofon nagyon jó szolgált, ténylegesen szélzajmentes az egész felvétel, mert meghallgattam, míg a vonat ide megérkezett, meg elment, nem azóta eltelt egy kis időt, tehát megnéztem a felvételet, mind szélzajmentese, úgyhogy 10 ezer forint ez a termék megéri, ilyet vegyetek, ez nagyon jó. Igazából volt egy kis mikrofonzúgás, de az majd kiavítom, hogy ne legyen, úgyhogy összességében ez nagyon jól üzemel ez a mikrofon. Köszönöm szépen, hogy a tesztvideót megnéztétek, Szavors Gaming voltam, like és sub, sziasztok!